Magyar hangok. Rákányi László. Márkus László. Sota Irén. Bára Tihét. Amikor bejött az első Piedone a zsaru című film, és rendkívül jól szórakoztunk, és másnap bementem a Pannoniába, és jön egy kolléganő, és azt mondja, gyerekek, láttam egy olasz filmet, állati jó volt, és olyan jó a főszereplőn a Bújtor István hangja. És mondtam neki, Ági, hát feliratos volt a film. Szóval annyira ordított a Pista hangja után. Mi a fene, talán már behúzott neked? Ne. Hát akkor honnan tudod? Hi, Captain. Kocsök. A híres amerikai kolléga a tévéből. Micsoda megtiszteltetés. Erőt, egészséget, százados úr. Mi az, maga magyarul is tud? Vagy az életben is szinkronizálják? Ennyi, főnök. Hát nem tudja, hogy a világon a legtöbb híres ember magyar származású? Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Köcsög Jankó is fölkerekedett, hogy szerencsét próbáljunk. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kis köcsög. Tapsi Hapsi és barátai. Írta Warren Foster. Zene Carl Stelling. Rendezte Aj Freleng. Adnál érte néhány szép nagy répát, Pierre? Természetesen. Tartsd meg az aprót. Igen, igen, mindig ezt csinálja. Azt mondja, elfogja valami furcsa érzés az arany közelében. Á, arany! Takarodj innen az időzásod! Talán segíthetnék, végül is partnerek vagyunk. Takarodj, nem társulunk tovább! Várja, elcsúsztunk valahol. Na, menjünk vissza! Ebből az 52-es pontig menjünk vissza! Gyártásvezető Miklai Mária. Szinkronrendező Tomasevics Zorka.